Az a Szent Ige, amely szólott hozzám, amely most szól a gyülekezethez, amelynek alapján Isten igéjét szeretném hirdetni. Isten szent lelkét segítségül hív, a segítségében reménykedve, a gyülekezet hitére és imáira is támaszkodva, megvan írva az előbb olvasott Páli levélben, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele 5. rész 17. versében: szüntelen imádkozzatok. Mint hallottuk a hirdetésekből, tegnap ért véget szerte az országban, itt Újpesten is az imahét, és aki csak tudott és mert ebben a csúszós hideg télben, ott is volt. Nem csodálnám, ha valakiben most fölvetődne a gondolat, hogy egy hétig ima héten voltunk, vagy ima hét volt, és most pedig azt halljuk, hogy szüntelen imádkozzunk. Nem volt elég egy hétig. Hát nem ez a baja az egyháznak, hogy olyat tesz problémává, ami nem probléma, hogy túl követelményekkel áll elő a gyülekezet elé, még egy öreg bojtár is. Hát mire való az ima hét? Akkor imádkoztunk, és most kezdjük a szüntelent. Hát azért, hát mégis azért túlzásba nem kell a dolgokat vinni. Ez a baja a papoknak, hogy minden túlzásba visznek, és nem élnek benne a modern életben. Hát először valamit az ima hétről, testvérek. Azért egyszer nem ártana, sőt, azt hiszem nagyon jó volna imádkozni az ima hétért. Először azért, hogy igazán ökumenikus legyen, hogy ne azt kelljen olvasni a hirdetésekben, a 4 evangélium egyház. Mert a többi nem az. Hát tudom én, hogy ezt így szoktuk mondani. De akkor lenne igazán ökumenikus, ha minden egyház, mint külföldön már nagyon sok. Együtt lehetnénk egy héten. És akkor lenne valóban egyetemes, hogyha nem változtatnánk meg a ima kérdéseket, mert nem ugyanazok a kérdések itt Magyarországon például, mint Bécsbe, vagy Svájcba, vagy Belgiumba. Nem jó ez. Hanem ugyanazt kérni a világon minden magát Krisztusról nevező ember. És ugyanazért adna hálát. Akkor volna igazán ökumenikus és egyetemes. Bizony jó volna ezért imádkozni. Aztán azért is, testvérek, hogy ne egy ilyen egy sorozatos prédikációs, egy kicsit olyan prédikáló sorozat legyen, ahol a végén megállapítják a gyülekezet tagjai, ki volt a idézőjelben mondom legjobb, vagy legérdekesebb, vagy legtömörebb. Aztán hárman, négyen a végén imádkoznak. Valaki nem is tudja, hogy milyen különös módon elszólta magát, hogy a lélektanász füle érzékeny. Egyszer valamikor, még lelkipásztorkodásom alatt, nem tudtam eljönni egy nap, és kérdeztem, hogy voltak, akik imádkoztak, és valaki észre se vette, így válaszolt: igen, a 3-4 notórius imádkozó imád. A megrögzött 3-4 imádkozó. No, testvérek, hát nem az az ima hét, amikor nagyot prédikálunk, és 3 idézőjelben, nagyon idézőjelben mondom, notórius imádkozó imádkozna, hanem egy nagyon rövid ige idézet, és úgy imádkozna, aki csak tud, és talán inkább mindenki, vagy majdnem mindenki, egy mondat. Ezért is imádkozni kéne, hogy imádkozunk az ima héten, és ne csak prédikáltassék, akkor is. Aztán azért se ártana, ez most már egy olyan rossz érzés, hogy nálunk magyaroknál, hogyha napokra vagy hetekre rögzítünk valamit, akkor az ott is marad. Ahogy a halottak napját megtartjuk, és ha más nem egyszer kimegy valaki a temetőbe, akkor gyönyörű, ha szabad így mondanom, idézőjelben a temető, csodálatos, szép. És igen sokan vannak, talán az emberek 90%-a, akik csak egyszer mennek a temetőbe a halottak napján,
és akkor eleget tettek ennek a kötelességnek. Ez megint egy lélektani megállapítás, hogy van bennem egy szorongás, hogy addig tartjuk az úgynevezett imahetet, amíg úgy azt mondjuk, hogy na, egy héten imádkozunk. Az az imahét, aztán majd imádkoznak helyettünk a papok, azért fizetjük őket. Mire komoly dolgok ezek, amit így fölvetek, úgyhogy azért mondtam el ezt, hogy imádkozunk az ima hétét. Hogy egyszer majd igazán ökumenikus, igazán egyetemes, igazán imádkozó. Most már ugyan értjük, ugye, hogy miért mertem én ezt az igét fölvenni, hogy szüntelen imádkozzatok. Azért azt is meg kell itt csöndesen vallanom a gyülekezetnek, hogy nem ez késztetett arra, hogy ennek az igének az alapján hirdessen azt, amit nekem ma hirdetnem kell. Hanem egy kedves fiatal kislány, hát nekem kislány volt még valamikor, keresett fel, és kedvesen mindig fenyegettem, hogy te meglátod, én még egyszer megeskedlek, tényleg még egész pici kislány volt. Mondom, hát de siess, mert már öreg vagyok, aztán ki ne fussak az időmből. Hát az aranyos tényleg megfogadta az én intelmemet, és az elmúlt hetekben vőlegényével fölkeresett. Azt mondta, hogy Bandi bácsi mindig fenyegetett, hogy egyszer összeesked, hát most itt az ideje, tessék hát bejönni Pestre ide, meg ide, ebbe a templomba, hát oda tartozunk, tessék már akkor megeskedni. Hát meg is ígértem, meg is történt, de ilyenkor mindig megkérdezem, különösen a hívők is emberkéktől, és tőle is, hogy hát drágám, hát van-e valami kedves igéd, aminek alapján szeretnéd, hogy az áldást mondjam fölöttetek? Azt mondta, hogy van, Bandi bácsi, ez, hogy szüntelen imádkozzatok. Meghökkentem, mert nem rövid lelkészi pályám alatt ezt az igét esküvőre még soha senki nem kérte tőlem. Azt is megvallom, hogy nekem se jutott soha hosszú lelkészi pályám alatt az eszembe, hogy ezt én esküvői igére fölvegyem, vagy alapjára. Azután, amikor elmentek, hogy megígértem, jó, hát, hogyha ezt kéred, én erről beszélek, és akkor egy kicsit olyan riadtam, úgy nézd, hát most hogy lesz ebből esküvői ige? Elkezdtem gondolkozni, hát ilyenkor én mindig előveszem a görög szöveget, megnézem, és ott milyen jó, hogy mondta ez az aranyos kislány valamit föl. Az van, tudnék az eredeti görögben, hogy szüntelen Isten előtt álljatok, szüntelen lépjetek Isten előtt. Tehát Isten előtt elé lépni, Isten előtt állni szüntelen, az Isten előtt való létünk szüntelensége. Azt fordítja így a Károli, hogy szüntelen imádkozatok, így is jó. Hát mondom, nagyszerű, hát itt erről van szó. Hát lehet ennél többet, szabad ennél kevesebbet mondani. Két drága fiatal embernek, hogy álljatok szüntelen Isten előtt. A házasságotok legyen mindig Isten előtti élet, mert ez a szüntelen imádkozás. Azután, mikor úgy felfedeztem, hogy tovább meditáltam, és hogy arra jöttem rá, hogy hát, na, hát erről van. Hát nem monológ az imádság, hogy elmondogatjuk a mi atyánkot, meg én Istenem, jó Istenem, lecsukoljuk már szem. Valaki 70 éves korában is csak ezt az egyet tud. Nem baj, mert tényleg lecsukódik majd a szemünk. De nem egy imamalom az imádság, még csak nem is dialógus, hogy egy valaki beszél az Isten, mert az is. Még csak nem is trialógus, hogy egy férj és feleség majd áldja az Istent, és ott egy szent emberi és isteni hármasság jön létre, hanem ahogy így a görög eredeti szöveg mondja, hogy szüntelen lépjetek Isten elé, és legyetek Isten előtt, és úgy éljétek az életeteket. Ott, ahol valaki ezt próbálgatja, talán egy gyülekezetbe, egy ima közösségbe, ahol nem a idézőjelből mondom, csak mindig a notóriusok imád, hanem ahol való. Alig várna egy kis közösségbe, vagy nagyobbba valaki, hogy ő is mondhassa, ő is áthassa az Isten, ő is dicsőíthesse a Jézus Krisztust, ahol fölbudjon valami,
testvérek, ott erőtér támad, nem tudok más szóltam, valami vibrálni kell. Ott érződik, hogy itt egyel többen vagyunk, ott nem csak szavak peregnek, mint a kaláris, ott valami sziklázni kell, tündökölni kell, valóban erőtérbe kerül egy kis sereg, egy kis csoport, hiszen Jézus ígérte, hogy ahol ketten vagy hárman, az én nevemben, egy nevemben, ben, együtt vannak, jelen vagyok, hát ott szikrázni kell valaminek, ahol Jézus jelen van. És ebben az erőtérben, vagy ebből az erőtérből, ha valaki kilép, testvérek, másképp lép. Annak az élet formájává lesz, hogy onnan lépjen ki ebből az erőtérből, az úgynevezett kis életbe, a nagy szikrázó életből, a kis életbe, a mi kis emberi életünkbe, és ezt az erőteret valahogy viszi magát. Aztán megint tovább gondolkoztam, még én erre az esküvői szolgálatra készülgettem, hogy szeretek meditálni, hogy elgondolkozni, visszaemlékezni dolgokra. Eszembe jutott az én lelkészi pályám kezdete, és egy nagyon áldott ember, akit olyan végtelen megszerettem, hogy megkérdeztem a szüleimet, ott káplánkodtam én abban a gyülekezetben, hogy ne haragudjanak rám, én inkább ezt a szép általuk rendezett diákszobát, vagy most már szobámat, hadd ide csak hazajöjjek, én úgy szeretnék abba a kis káplánszobába lakni, és együtt lenni ezzel a házaspárral. Valahogy éreztem, hogy ott nekem nagyon jó lesz, és nagyon jó volt. Még én nem is tudtam én, hogy mit látok. Később döbbentem rá, hogy én ott egy krisztusi életformát láttam, és egész életem startjára nagy hatással volt. És ketten érdekeltek, gyermekük nem volt, és reggeli után is mindig ott ülhettem az asztaluknál, ebéd után is, és vacsora után is, az idős, hát ma biztos én vagyok már idősebb, lelkész, fölállt és a nagy kertbe elkezdett, jó fél órát sétált, jött, ment, hol egy kavicsot fölvett, nézte, hol egy rügyecskét, hol egy levelet nézett, soha le nem szakította, hol tavasszal megállt, mandulafák voltak a torony alatt, nézte a virágzó fákat néha negyed óráig, és egyszer szóltam a nagy tiszteltő asszonynak, hogy milyen kedves, hogy hát az én drága főnököm azért ilyen szálas, egyenes székely ember volt, és egészséges, mert minden étkezés után fél órát sétál, jön, megy, és akkor egy mondatot mondott, azt mondja, nem csak sétál, ő ilyenkor így imádkozik. Akkor döbbentem rá, hogy mit jelent ez a szüntelen? Most így visszaemlékezem, szabad így emlékezem. Megfogott és megsimított egy levelet, és abba az Istennek a teremtő szeretetét. Ránézett, átnézett a mandulafák virágán, és látta az Isten. Mert aki átnéz egy virágzó ágok fölött, az jobban látja az Isten. Na, meg kezébe vett egy kavicsot is, abba is. Mert az életet, a teremtő életet tudta tapintani. Áldja meg az Isten az emlékét, hogy valami csodálatos ima formulára, egy életformára tanítgatott el. Áldass! Áldassék mindenki, akitől meg lehet ezt az erőteret és életformát tanulni, mert amikor ő ebből a sétából visszajött, bárki jött oda, én mindig csodálkoztam, néha részegesek, kéregetők, agresszív emberek, mindig sugárzott, mindig mosolygott, mindig derült volt, mert egy erőtérből lépett ki, és egy életformával válaszolt bárkinek. Isten, hát ez a szüntelen imádkozás. És ez csak így lehet. Másképp nem. Nem szüntelen imamalom, hanem valami ilyes. Aztán úgy tovább gondolkoztam, és megint eszembe jutott, akkor már nem is olyan fiatal pár, valamikor szerettem, ismertem, azt elköltöztek Újpestről, de
Most úgy eszembe jutottak, mind a kettő mélyen hívó ember volt, a férfi és a nő is, csak a férfi egy olyan igazi kis mokány, magas, magyar, pukkancs ember, aki rögtön fölmérgelődött a feleség, meg egy olyan csöndes kis szelíd valaki, és hogy elmondta egyszer nekem, mint öreg barátjának ez az ember, hogy én olyan nagyon szeretem Bandi bácsi a feleségemet, de sokszor megbántom, mert én rögtön fölrobbanok, én rögtön szikrázok, mérgelődök, de úgy csodálom én ezt az én feleségemet, mert akkor ő mindig leül, akármit csinál, mindig leül, összeszorítja a kezét, és úgy néz rám, de nem is, ha nem is rám nézne, hogy átnéz valahol a vállam felett, soha nem szól egy szót, és egyszer láttam, hogy olyan nagyon szorítja a kezét, hogy egész hófehérek már az ujjai, azt, aki ilyenkor mindig abba hagyom a morgolódást, meg a szikrázást, mert nem szól, csak néz valahol rám, vagy valahogy rám, vagy túl rajtam, azt nem szól semmit, csak így szorítja a kezét. Tehát jóval később egy alkalommal módon volt ezzel az asszonnyal beszélni, már nem tudom, hogy került a dolog szóba, de ő hozta szóba, hogy azért, mikor, talán azt kérdeztem, hogy na hát, hogy megy a házasság, és akkor elmondta, hogy hát eleinte nagyon, nagyon pukkancs volt, olyan benzinfejű a férjem, aztán én ilyenkor arra vigyáztam nagyon, hogy nem szabad szólni, cipzár, akkor leültem, néztem, nem is rá, hanem úgy rajta, mert nem a szemét akartam nézni, mert a szikrázat, hanem úgy mögé néztem, és mondtam a mi atyánkot. Addig mondtam, még ő abban nem hagytam, de csak magam. Valamikor 50-szer is el kellett mondanom, most már egyszer-kétszer mondom. És már akkor lelovalt. Erő van. Amikor erőtér lesz egy ima. Amikor életformává válik. Férszelítő életformá. Vagy feleségszelítő életformá. Vagy gyerekszelítő életformá. Amikor valami sugár. Testvérek, hát ez a lelkész, vagy ez a házaspár, hát mit gondol a kedves gyülekezet, kitől tanult? Attól a valakitől, aki tulajdonképpen szüntelen imádkozott, szenvedett és imádkozott, ez volt az élete két szóba belefér, ami Urunk Jézus Krisztus. Olykor még el is vonult, a legkedvesebb tanítványaitól is elvonult, hegytetőre, pusztába, és akkor egy erőtér támad közte is az Isten között. És mikor visszatért, akkor valami ott szikrázott. Akkor azt mondta, hogy bizony, bizony, mondom néktek. Ámen, ámen, légó himi, bizony, bizony, mondom néktek. Hát ettől lehet tanulni ezt az életformát. Na most ugye, kedves gyülekezet, most már megbocsátják nekem, hogy egy ima hét után erről merek beszélni, hogy egy hétig imádkoztunk, idézőjelben mondom. Mert csak a notóriusok, megint idézőjelben imádkoztunk. Hát mi most próbálgassuk ezt a sokkal nehezebb, az életformává lett. Isten előtti élést, Isten elé lépést, mert ez jelenti azt, hogy szüntelen imádkozom. Befejezem. Azzal fejezem be, szinte félve fogalmazom meg, hogy minden Isten tiszteleten ketten prédikálnak. Ketten mondják a magukét. Az igehirdető és a sugdosó. Az egyik mondani való innen hangzik, mert honnan hangozik? Hát innen vagy onnan. A másik belülről, a lelkünk leges, legmélyéről, onnan ott beszél a nagy súgdosó. Hadd nem merjem kimondani a nevét, mert tüstént itt van. Egyébként, ahol az ige hirdettetik, ki ott jelen van. Az egyik azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, a súgdosó azt mondja, ugyan, hát hol él ez az öregem? Ő azt mondja. Az ige hirdető azt mondja, hogy erőtér
A sugdosra azt mondja, ugyan kérem, hát mágneses erőtér van, elektromos erőtér van, de micsoda, hát kérem, hát hol él? Ima erőtér, ugyan kérem. Mondtam most az előbbnek. Mindig ketten prédikál. Aztán az egyik azt mondja, hogy életforma. A másik azt mondja, ugyan kérem, életforma a rózsadombon, életforma egy villában, életforma, ahol sok pénz van, abból lehet életforma. Életforma. Isten előtt, ugyan kérem. Mindig ketten prédikál. A másik azt mondja, hogy ez csak illúzió, prédikáció, délibáb, ugyan kérem. Jó, eleget tettél vallásos kötelességednek, itt voltál, most szépen menj haza, és élj csak úgy, ahogy én itt mondtam neked, még ő ott beszélt azon a szószéken. Valahol olvastam, hallottam, nem tudom mire az ember már megfehéredik, nem tudja mit, hol olvasott. Valaki elhatározta, hogy belekerül abba a csuda könyvbe, azt hiszem Guinness, vagy hogy hívják, a legek legkönyve, hogy ő majd egyedül egy zsippel a Szaharán keresztül átmegy, és egyedül fog megérkezni át a Szahara másik végén. Megtanult mindent a Szaharáról, azt is, hogy van déli báb, meg ilyen csalóka, valami, és azt hiszi, hogy ott oát is van, meg víz van, de nincs, nem szabad annak hinni. Mindent megtanult, csak éppen a motorszerelést nem, el is akadt a Szaharába, lerobbant a motorja, gyalog nekiindult, olvastam valahol, ez a nagyon idézőjelben mondom, bátor ember, és akkor hirtelen lát egy oázist, és ott valami vibrál, látja a pálmafágat, már halálosan, szomjasan, éhesen kúszik oda, de egyszer, és azt mondja, hát igen, ez a déli báb is meghalott, és pár óra múlva két beduin arra megy, és az egyik azt mondja, hogy hát hogy lehet egy oázistól 50 méterre meghalni. Hát itt a patak, itt a víz, itt az élelem, itt a datója, a másik azt mondja, hogy ez a szerencsétlen biztos azt hitte, hogy ez déli báb. Értjük, testvér? Én arról beszéltem, hogy ez oázis, ez valóság, ez ott élővíz van, hogy ez életforma, és ez nem illúzió. A másik pedig azt mondta, hogy az déli báb, az illúzió, kérem, ez ami itt van, ez csak prédikáció. Tessenek választani, amen.